Egy év kihagyás után a Szekszárdi Garai János Gimnázium megalakulásának 125. évfordulójának program keretében tartottak újra baráti találkozót az iskola öreg diák szövetségének tagjai. Az egyesületet az 1900-as évek elején alakították a gimnázium végzős diákjai azzal a céllal, hogy az iskola évek elmúltával is megőrizze a kialakult baráti kapcsolatokat. Az egyesületnek nem csak a volt diákok, hanem az egykori tanárok és a pártfogók is tagjai. Az öreg diák szövetség az a 900-as évek elején alakult meg. Az első végzős diákoknak már megfordult a fejében az, hogy a gimnázium évek után még később is valamilyen módon tudják majd tartani a kapcsolatot egymással, illetve a gimnáziummal is, korábbi tanáraikkal, nevelőikkel, és ennek az apropóján született meg az öreg diák szövetség. Aztán második világháború után az 50-es években ez a kezdeményezés, kicsit alább hagyott, és kevés esély volt ezeknek a rendezvényeknek a megtartására. Aztán a rendszerváltás környékén több helyi pedagógus, illetve Lemle Béláné, akkor igazgatónő Szentai Andrással együtt fölélesztette ezt a hagyományt, és azóta ez a szövetség ez viszonylag aktív. Az öreg diákok ma már több mint 700 taggal büszkélkedhetnek, akik igyekeznek aktívan részt venni az egyesület életében. A régi emlékek felidézése mellett hivatalos feladata is van a tagoknak, megtartották a szövetség 2020 évi elmaradt és a 2021 évi közgyűlését is. Minden évben taggyűlést kell nekünk az alapszabály miatt is összehívni, ahol elfogadjuk az előző évi beszámolót, meg kell szavaznunk az évi költségvetést. A Covid miatt ugye tavaly ezt a rendezvényt nem lehetett megtartani, úgyhogy most már 2 éve nem találkoztunk. És hát nyilvánvaló, hogy idén egy rendkívüli év is van, ugye az első gimnáziumi tanév az a 1895-96-os tanév, és ennek ugye a 125. évfordulóját ünnepli a Garai Gimnázium, és ennek a programcsomagnak az egyik része lesz a ma délelőtti találkozó, amire már szép számmal gyűlnek a tagjaink. Az egyesület tagjainak életében egytől egyik kiemelten fontos szerepet tölt be a gimnázium. A Diák Szövetség pedig a mai napig is szívügyük. Ahogy Zentei András, az iskola volt igazgatója mondta, a találkozók napja nekik mindig egy kiemelten piros betűs nap. Hát számomra nagyon fontos volt a Szekszárdi Gimnázium. 29 évig voltam itt, nagyon tehetséges tanárokkal, diákokkal. Szép eredményeket is értünk el, ez a közös munkának volt az eredménye. Örülök annak, hogy immár 125 éve működik ez az iskola. Nagyon nehezen jött létre. Azt hiszem, hogy a magyarországi gimnáziumok középiskolák történetében sincs még egy ilyen intézmény, ahol 123 évig küzdöttek azért, hogy itt gimnázium alapulhasson. Többek a volt tanulók közül a gyereküket is a Garai Gimnáziumba iratták, hiszen bizalmuk töretlen volt az iskola felé. Vannak családok, ahol generációk követték egymást a padokban. Az öreg diák szövetség tagjai elmondásuk szerint már most várják a következő találkozót, hogy újabb emlékeket idézhessenek föl egykori társaikkal.